Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból. Sziklára állította a lábamat, biztossá tette a lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Nem ingadozik, nem igazodik a kevélyekhez és a hazugokhoz. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk. Nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudok sorolni. Gondolj most te is arra, amit az életedben tudod, hogy az Isten tett. Az, hogy ma itt lehettél, hogy az Isten kiemelt a nehézségekből, kiemelt olyan helyzetekből, amikből nem tudtad, hogy fogsz kimászni. Az Isten tett valamit, érted és értem. És én azért vagyok itt, azt szeretném, az a szívem vágya, hogy ennek az Istennek most hálát adjon. Szeretném, hogyha ebben most így egyesülne a szívünk, és együtt tudnánk dicsérni az Isten azért, amit tett értünk, amit tett az életünkben. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy álljatok fel, hogyha úgy érzitek, térdeljetek le, ha úgy érzitek, hogy bármi Isten dicsőségére imádjuk. Dicsérek bőre, dicsérek bőre.
Ezzel a dallal búcsúzunk. Átérjük a terepet. A következő zenekarnak. És továbbra is azt hirdetjük, hogy nincs más Isten. Hogy van mindenkinek az életében valami, amiben arra van szükségük, hogy az Isten ránk találjon, megérintsen minket. Van mindannyiunk életében egy pont, ahol Isten érintésére van szükségünk. Én hiszek ebben, hogy mindannyiunkban van egy ilyen szükség, egy érintésre való vágy. És az Isten azért adta most a lehetőséget, hogy itt legyünk együtt, és itt van ő is a jelenlétével, hogy ott azon a ponton az életedben, ahol szükséged van rá, most meg tud érinteni, most meg akar érinteni. Én azt szeretném, hogyha ennek fényében folytatnánk majd az estek a további részét. Szeretnél köszönni mi is titeket, Debrecenben elkezdtünk, és hálás
hálásak vagyunk, hogy bekapcsolódhatunk abba az imádatba, ami már hiszem, hogy itt folyik ezen az estén. És az a vágyunk, és az fogalmazódott meg bennünk, hogy nem szeretnénk, hogyha ez az este egy koncert lenne. Annyira nem vagyunk ügyesek, hogy ez egy koncertnek elmenjen. Úgyhogy kérlek, ne így legyetek ma itt, hanem úgy, mint Istennek a népe, aki őt dicséri. És hogyha úgy vagy itt, hogy még nem sok ilyen jellegű alkalmon voltál, akkor lehet, hogy fura lesz, vagy hogy miért emelik a kezüket, meg miért olyan lelkes mindenki, de az a hitünk és az a vágyunk szerintem minden jónak, akik már ismerünk, ami megmentőnket, hogy ma ismerünk meg őt, mint egy jó édesapát, és ahogyan énekeljük ezeket a dalokat, rá tud csodálkozni arra, hogy milyen csodálatos megváltónk van nekünk. Úgyhogy arra bátorítanak titeket, hogy ha van bennetek erő és kényelmes nektek, akkor álljatok fel. Van itt egy nagy-nagy tér, tudom, hogy nem biztos, hogy látjátok a kivetítőt, de egyébként ide is várnak téged szeretettel, hogyha úgy érzed, hogy korlátoznak a sorok, vagy bármi. Csak érezzük jól magunkat a mi Istenünk jelenlétében, és dicsérjük őt, mert ezért vagyunk itt. Mi vagyunk az ő népe, bárhonnan jöttünk, bármilyen helyzetből, ő szívesen fogadja a mi imádatunkat. Amen. Gyertek, magasztaljuk őt. Szívemben benned.
ismeritek ezt a dalt, nem túl bonyolult. Ó, 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 Jézus az enyém. Azért énekeljük ezt a dalt, mert ez a legnagyobb örömünk. És átjár minket az öröm, hogy a mi megváltunk az enyém, a miénk. És szeretném újra énekelni most veletek, de úgy szeretném, hogy a ti énekelnétek. Tehát mi csak egy kis alapot szolgáltatunk. Mert fantasztikus hallani azt, hogy látom az arcotokon, hogy az az öröm, ami megváltunkban van, az ott van rajtatok. Úgyhogy gyertek, énekeljük ezt, és hozzuk a mi hangainkat, a mi szíveinket, a mi Istenünknek. És mondjuk el neki, hogy a legnagyobb öröm, ami minket élhet, az az, hogy ő a miénk. Amen? Hálásak vagyunk neked, hogy te a miénk vagy. És ezért áldásban élhetünk, mert megnyertünk téged, és te magad vagy az élet. Te magad vagy minden, amire valaha is szükségünk lehet. Köszönöm, Atyám, hogy te azt mondtad, hogy te ott laksz, ahol dicsérlek téged. És az azt jelenti, hogy ma is itt vagy. És köszönöm, hogy te vagy a forrása mindannak, amire nekünk szükségünk van ezen a mai napon. Köszönöm, hogy te vagy a békesség forrása. Köszönöm, hogy te vagy ma számunkra a remény forrása. Köszönöm, hogy ma számunkra te lehetsz a hit forrása, a gyógyulás forrása, a szabadság forrása, az újrakezdés forrása. És mindazt, amire szükségünk van, megtalálhatjuk a te trónodnál. Köszönöm, hogy ettől a tróntól te soha nem fogsz minket elküldeni. És nem küldesz el üres kézzel. Az a vágyunk, hogy megállhassunk most ezelőtt a trón előtt, hogy a te jelenlétedbe léphessünk, és megadj nekünk mindazt, amire vágyunk, és mi pedig csak magasztaljunk téged ezért, és dicsérjünk, ahogy vagyunk, ahogy méltó vagy rá. Make a leap, smash.
Yeah.
keresztében vagyunk, megfogalmazott bennem pár gondolat. Mikor dicsőítjük őt, mikor imádkozunk, mikor közösségben vagyunk vele, számomra megsemmisül minden egyes szó, minden egyes probléma, minden egyes gondolat, ami csak foglalkoztat. Az csak ő is én. És ez az a hely, az ő jelenléte, ahol megtalálhatjuk az igazi célunkat, az igazi identitásunkat. És nem tudom, hogy gondolkozol magadról, hogy mi az életed értelme. Igazából az emberek évezredek óta ezt kutatják, hogy mi az élet értelme, miért élek, miért van ez az egész. És van egy jó mondat, amit magamnak is szoktam mondogatni, mikor nem tudom azt, hogy merre járok, vagy az, hogy mit tegyek következő lépésben. Ha szeretnéd tudni, hogy mire való egy találmány, kérdezd meg a tervezőjét. És ugyanez van velünk is, hogy lehet, hogy nem tudod azt, hogy ki a te terveződ, ki a te alkotód, de Isten az, és neki terve van az életeddel, akármit is gondolsz magadról. És igazából ez az a kapcsolat, amit szeretne velünk, az, hogyha kérdésed van, ő válaszolni fog. És akármilyen problémában vagy, ő segíteni szeretne rajtad. És ha úgy vagy itt ezen a helyen, hogy nem ismered őt, nem ismered ezt a kapcsolatot, vagy ismerted, vagy csak megfakult benned valami, akkor az alkalom végén szeretnék kérteníten elől imádkozni. Még lesznek dalok, dicsőítjük a mindenhatót. De úgy vagy itt ezen a helyen, hogy betegségben vagy, vagy áldásra szorulsz. Szívesen várunk itt elől, és Tamás is, és másik Tamás is, és még tőlünk is lesznek emberek, akik fognak imádkozni, érted? Nem szeretnénk, hogy úgy mennél el innen, hogy ne vidd magaddal Istennek a szeretetét, Istennek a tüzét. Erős kép.
tűz és kemencében, hogy gyémántként ragyoghasson baj. S tudom már, hogyha harcok jönnek, jobbra várjuk minden könnyen, utánam jössz, türelmet végtelen. Vizsgálj meg, urak, és meg a szívem, próbálj ki a tűz és kemencében, hogy imádságot kérni, nagyon szívesen imádkozunk, értetek, Isten bátorít minket, nem azért, mert valakik lennénk, hanem azért, mert szeretnénk segíteni, hogyha tudunk, csak annyival, hogy egy imát elmondunk, értetek, de akinek sietni kell, vagy akinek nincs annyi bátorsága, hogy jöjjön imádságot kérni, azt sem engedjük haza anélkül, úgyhogy szeretném, ha most együtt imádkoznánk, jó? Úgyhogy szerintem egy méltó befejezés ennek a mai estének, én nagyon örülök annak, hogy Isten megtisztelt minket a jelenlétében. Gondolom, mert ez senki számára nem kérdés, hogy az Úr itt volt, és itt is van, és az a legjobb, hogy velünk jön, és velünk is marad. Úgyhogy akkor most imádkozunk, jó? Úrunk, hálát adunk neked azért, mert szeretsz minket. Uram, sokszor elrontjuk az életünket, sokszor elrontjuk a dolgainkat, sokszor olyan dolgokat csinálunk, amit aztán megbánunk, és talán szégyent hozunk a nevedre, Uram. De nem tudjuk szavakkal kifejezni azt, mit jelent, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. Uram, Te eltörlöd minden vétkünket, Te eltörlöd minden szégyenünket. Te megbocsátasz mindent, bármit teszünk, Uram. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem.